Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A diákoknak egészen csütörtök este 8 óráig kellett azon izgulniuk, hogy bekerültek-e valamelyik általuk megjelölt képzésre. Idén közel 100 000-en jelentkeztek valamely szeptemberben induló felsőoktatási képzésre. Így Székesfehérváron 3 felsőoktatási intézmény képzéseiből válogathattak a jelentkezők. Idén is népszerűek voltak az Óbudai Egyetem képzései, ezek legtöbbjénél nem kellett a ponthatárokon stresszelniük a felvételizőknek, hiszen évekkel ezelőtt egy fix pontszámot határoztak meg. A műszaki képzésben a ponthatárok általában ugyanazok, 280 pont alapképzésben. Kivétel ez alól a műszaki menedzser szak, mivel az részben gazdasági, részben műszaki képzés, itt magasabb a megállapított ponthatár, ez 320 pont. A legtöbben a mérnöki informatikus szakra jelentkeztek, itt 60 hallgatónk van, illetve 40 fölött van a földmérő és földrendező mérnök alapszak hallgatóinak a száma. A felvi.hu adatai szerint idén a gazdaságtudományi szakok kerültek a dobogó legfelső fokára, azok iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. De a bölcsészettudományi szakok is nagy népszerűségnek örvendenek. A legtöbb új hallgatót egyébként az ELTE könyvelheti el. Az idei felvételi eljárás során az intézmény rekordszámú, több mint 11 000 jelentkezőt vett fel a képzéseire. A fehérvári Corvinuson idén is növekedés tapasztalható, viszont két karra nem jelentkeztek elegen az elindításhoz. A fehérvári karokra továbbra is nagy volt az érdeklődés, tehát az átlag 11-12%-os növekedést azt tudtuk hozni. Nagyon népszerű volt a gazdálkodásmenedzsment alapszakunk, ami el is indult, ugye ők 39 fővel el fognak indulni, illetve a sportközgazdász mesterképzési szakunk, ami szintén 19-20 fővel el fog indulni. Úgyhogy ez a két alap, illetve mesterszak, ez biztos, hogy indul az idei szeptemberben is Székesfehérváron. A felvételt nyert diákok néhány napon belül kapnak egy tájékoztató anyagot, amelyben megtudják, milyen teendőik vannak a szeptemberi start előtt. Ilyen például a kollégiumi jelentkezés, a gólyatábor vagy maga a beiratkozás folyamata.